Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Ma esti vendégem Bognár Zoltán, a Noé-jegye Szent Istenból lovagrend örökös nagymestere. A beszélgetésünk apropója pedig nem más, mint hogy a tavaszi közgyűlésen a borlovagrend nagy tanácsának három tagja is, Bognár Zoltán nagymester, Renner László főborász és Vincz József kancellár is búcsút intett. Természetesen nem a borrendnek, hanem az általa végzett tisztségről mondtak le. Én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos időszaka a borrend életében, hiszen a 2002-es alapítás óta Bognár Zoltán 14 esztendőn át, 4 cikluson át volt a nagymester. Hát kezdjük talán azzal, hogy mit tette szükségessé ezt a lemondást. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Annyiban pontosítanék, hogy nem lemondásról van szó, hanem letellett a mandátumunk a 4 éves ciklus végén, a 4 éves ciklus végén, és új szereplők léptek be, tehát mi úgy döntöttünk, hogy kicsit háttérbe vonulunk. Nagyon sok munka és feladat állt mögöttünk, aminek mi eleget tettünk, elvégeztük, és hát itt a Noé bárkája meg van ácsolva, úgyhogy újabb hajósokra van szükség. Ilyenkor azért egy kicsit alapból kell, hogy beszéljünk arról is, hogy a 2002-ben megszületett alapszabály szerint rendkívül fontos feladatot vállalt magára a borlovagrend. Mit sikerült ebből megvalósítani? Az alapvetés mindenképpen az öreghegyű bor és szőlőkultúra fenntartása, illetve a hagyományának ápolása. Ez úgy gondolom, hogy a jövőben is még ad feladatot. Nagyon jó öreghegyen kicsit lelassulva, gyalogosan sétálni, és ma is magunkba tudjuk szívni a hegynek a különleges atmoszféráját. Megjelenik előttünk az a több mint 500 hektárnyi szőlőterület, ami ugye a római kor óta egy művelt és Fehérvár legnagyobb szőlőhegye volt. Legendánk is ugye innen eredeztetjük, amikor Marcus Aurelius seregei élén a Garam irányából a harcokat követően Pannóniába vonult, és hát ide érve a Noé hegyére látta, hogy itt is már folyik a szőlőművelés, mert hogy előtte levőleg is telepítettek itt szőlőt, és hát tulajdonképpen a legenda szerint a betegeknek, harcosoknak a megfáradt testét bekenve újult erőre kaptak, tehát 40 csepp volt az a ajánlott mennyiség, ami alapján regenerálódni tudtak. No, ugye ez volt a hagyomány, ez az alapja az egésznek, viszont nagyon fontos, hogy az alap leírásban szerepel a régi tárgyi eszközök összegyűjtése is. Tehát a szőlőművelés hagyományainak ápolása, a tárgyi eszközöknek a begyűjtése, közkicsitétele, a borfogyasztás kultúrájának a terjesztéseit, ugye mindig a kultúrált borfogyasztásról beszélünk, kultúrált és mérsékletes felelős borfogyasztásról van szó, példamutató jelleggel, ez egyébként megjelenik a borlovagok etikai kódexében is. És akkor menjünk most sorban, hogy mit sikerült ebből megvalósítani, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy esztendőről esztendőre, tavasztól egészen késő decemberig mindig történik valami. Rendkívül színes, változatos programok kísérik a borrend munkáját. És azt hiszem, hogy az az alapvető cél, hogy a borversenyekkel, a borkultúra népszerűsítésével is kiemelten foglalkozzanak, az mindez idáig megvalósult. Hogyan lehet csokorba szedni azokat a rendezvényeket, amelyek ezt erősítik? Ugye egy kialakult markáns programstruktúránk van, ami az ön által elmondottak szerint is végigköveti az egész esztendőt. Január 22-ével indítunk, ekkor van Szent Vince napja és a Magyar Kultúra napja is egyben, ekkor történik meg a vicevesző vágás, ami egy termésjósló rendezvény, ekkor a levágott szőlő veszélyéből lehet következtetni a ügyek kihajtásából, hogy érte elfagykára a szőlőt vagy sem. És már a borokat is ugye tudjuk kóstolgatni. Ekkor történik meg a zászlós bormustra, borlovagrendnek a zengőfajta, szőlőfajta és a bora, zászlós bora. A
bortermelők elhozzák a boraikat, megvizsgáljuk, ezt górcső alá vesszük, és a legjobbnak ítélt zengő zászlós bor lesz az év zászlós bora, aminek a díjátadó gálája a következő hónapra esik, februárban a báli szezon legelegánsabb térségi rendezvénye, a Borlovak Bális díjátadó gála. Ugye ez nagyon fontos, ez a bál, annál is inkább, mert általában itt az országos borlovagrend vezetői is részt vesznek. És itt azért kapcsolódjunk bele Bognár Zoltán személyes sorsával is, hiszen a vezető tisztségviselőjénk egyike volt az országos borrendi tanácsnak is. Én azt gondolom, hogy ez megerősítette a borlovagrendet is. Tehát ez nem csak személyes siker, sokkal inkább megbecsülése a Nóé-hegyiek munkájának is. Természetesen csapatmunkáról van szó, hiszen közösségépítést folytatunk. Valóban ezen a rendezvényen a Borlovak Bálon megjelenik a Magyarországi Borrendek vezetősége. Jó magam a szövetség elnökségének tagjaként 4 cikluson keresztül voltam a marketing bizottság elnöke. Módom és lehetőségem adódott a szövetség stratégiájának a kidolgozására, ezen túlmenően pedig a legfontosabb ajánlásokat is elkészítettük, ez a borrendi rendezvényekkel kapcsolatos viselkedési normákat tartalmazza, a szükséges feladatokat, és ezen túlmenően pedig szerencsésnek mondhatom magam, hogy 2010-ben Magyarországon tartották az FICB, a Borlovag Világszervezetnek a találkozóját, ahol szintén az előkészítési és a szervezési munkákban is reszortfelelősként részt vettem pályázatírásban, készítésben. Azt hiszem, ez mindig megerősítés, hogy ha kifelé is látják, hogy egyik oldalról érdemes a munka, mert a munka dandárját egyértelmű, hogy a borlovak társai és önnel együtt végzik, de ettől függetlenül a kívülállóra a mindennapi embert mondom, hogy ez nem pusztán egy szervezet, aki gyönyörű szép ruhában felvonulnak, hanem nagyon sokat tesznek azért, hogy a rég elfeledett fehérvári borkultúra nem esedjék tovább. Folytassuk azt a sort, amit megkezdett, hiszen a zászlós bor díjátadó gálája az egy rendkívül fontos, a Szent István Művelődési Ház mindig tele van, és így volt ez még, amikor a Velencében, tehát a Magyar Király szállodában volt. Igen, tehát időrendi sorrendben márciusban vannak a bormustrák, akkor indulnak el, technológiai állapot szerint akkor már a borok jól meg tudják magukat mutatni. Az Öregedi Közösségi Házzal közösen egy kooperációs rendezvényként idén már 8. alkalommal rendeztük meg a bormustrát, Öregedi bormustrát. Itt az Öregedi bora díjért folyik a megmérettetés. Most már eljutottunk az 5. bormustrától a 8. Először indult az Öregedi bora, aztán most már Öregedi fehér bora, rozé bora és vörös bora címet is kiosztjuk a legszebb bor készítőjének. A bormustrák jellegükben nagyon sokat fejlődtek. Itt elsősorban a házikerti szőlőbortermelők, hobbi borászok vesznek részt, akik főleg saját felhasználásra készítik a borokat, sőt majdnem kizárólag. Rendkívül sokat fejlődött a boroknak a minősége. Most már mondhatjuk azt, hogy borversenyszintű magas minőségű borokat állítanak elő. Itt a borok nyílt érzékszervi bírálata folyik, szemtől szembe elmondva a termelőnek, hogy mik az erényei a bornak, esetleg a hibáit is feltárva. Ez nagyon-nagyon fontos, hiszen óhatatlanul és az úgymond nagyborászatok nedőire figyelünk, tehát mondom itt csak a Nóé-hegyieket vesszük, a lics, páncél, hegedűs, csóbor borászatok, hiszen az övék többnyire a zászlósbor is, esztendőről esztendőre. Viszont nagyon kell figyelni, hiszen a hagyományokról is szó esett már, hogy ápolni kell az öreghegyi szőlős gazdák hagyományait, ők pedig még vannak. És az nagyon jó út, hogy egyre többen jelentkeznek egyébként, én magam is tapasztalatom erre a versenyre, olyanok, akiket mindez idáig még nem ismertünk. Tehát ez egy jó út. Igen. Meg kell tudnunk szólítani önöket, sajnos döntően már deresfejű emberek, de fiatalok is bekapcsolódnak. Szűrten szép lassan ebbe a mozgalomba, illetve a bormustrákba, legnagyobb örömünkre. No, akkor folytassuk a sort, hiszen a sor, mint azt nem mondom, hogy végtelen, de nagyszerű rendezvények sorával ismerkedünk. Igen, meg hát, még az évben. Hát ha tovább lépünk a naptárba, akkor
kis szünet után, júniusban szokott lenni a Fejér megyei borász-vadász-halász találkozó. Ez az Agrárium 3, úgy mondom, hogy természetközeli ágának a szakmai konzultációja együtt létez, rotációs rendszerben működik. Minden évben másik megyei borrend a szervező és rendező, és ugye a helyszín is mindig változik. Augusztus 18-a a legfontosabb nap. Azért mondom, hogy a legfontosabb, mert Szent István ünnepéhez kapcsolódva az öreghegyi mulatságok keretében az évbora, a városbora, tehát ez rang mindenféle értelemben, és én azt gondolom, hogy az ünnepi pillanatokban sem lehet elfelejteni, hogy ilyenkor igenis lehet örülni annak, hogy milyen sok borfajta mérettette meg magát, és milyen nagyszerű az a nedű, ami a városbora, Székesfehérvár, a királyok bora nevét viselheti. Igen, itt két egymáshoz nagyon közeli dátum van, mert egyszer van ugye a fix napos, az az augusztus 19-e, az öreghegyi mulatságok, ami egy térségi borrendi találkozó, és ott az előbb már említett öreghegyi bora díjakat adjuk át, és van a legnagyobb Kárpát-medencei borrendek és magyarországi borrendek legnagyobb találkozóját is mi rendezzük. Ez ugye Szent István napjához kötődik. Nem mindig 20-ára esik, mert ugye a királyi napok rendezésúzat része. Igen. Ez a program. Két elemből tevődik össze. Egyik része egy országos szakmai nap és borrendi konferencia. Ez egy zárt körű, és ezt követi a közönség számára teljesen nyitott rendezvény, közönség rendezvény, amit a főutcai felvonulással indul, és az Icsi színpadon zárjuk a programot püspöki boráldással és borlovagavatási ceremóniával. Nagyon fontos, hiszen augusztus ez egyébként is erről szól, szeptember pedig már a születek ideje, hol így, hol úgy, és azt hiszem, hogy az ehhez kapcsolódó, most például azt hiszem, hogy az elmúlt esztendő szeptembere is fontos volt, illetve a későbbi időszak. Igen, ez szeptember és október eleje annyiban kellemes számunkra, hogy a meghívott borrendek, mert ugye említettem, hogy előbb találkozót mit csináljuk, és ez minimum 40 társborrendi delegációnak a látogatását jelenti Székesfehérváron. Szeptemberben az országban megtartott születi bor és pincefesztiválon a királyi város borrendjeként tesszük tiszteletünket, és visszük el zászlós borunkat ezekre az egyéb borrendeknek a rendezvényeire. No, hát ugye én azt mondom, hogy generációváltás volt, de ez így ebben a formában nem igaz, hiszen Mészáros Imre elnök nagymester, aki egyébként hobbi borász, és számtalanszor kérte, hogy mondjuk el, lett az új nagymester, Dinnyés és Ferenc alapítótaként a kancellár, illetve a borrend új főborásza, Csóbor pincészeti fiú szőlészborász szakembere, Csóbor Balázs lett. Azt hiszem, hogy ez egy fontos adalék ahhoz, hogy bizonyos értelemben persze generációváltás történt azzal, hogy önök nem jelöltették magukat, viszont ha megnézzük, akkor én a bormustrákon azért figyelem, nagyon sok fiatal, tehetséges borász van, hála Istennek, és ez köszönhető az önök szakmai munkájának is. Az biztos, hogy magasra tettük a mércét, és ebből nem is engedtünk az évek során, és lassan-lassan jelentkeztek az eredmények, amik most arra csúcsosodtak ki. Azt gondolom, hogy mindennek ugye rendelt ideje van, és hát elérkeztünk a magunk részéről a csúcsra, úgy döntöttünk, hogy a szolgálatot egy kicsit háttérbe lépve ugye átadjuk a következő garnitúrára. Igen, és hogy ez mennyire így folytatódik, nyilván most ezen az ünnepségen szintén a kezünkbe került ez a nagyszerű szőlőhegyi rendszabályok 1882-ből, ez a kicsi füzetecske, ennek az eredetije is megvan, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy ugye Havranek József polgármester adta át, és ehhez kapcsolódik most a városkép kiállítás egyéb iránt, ahol Havranek Józsefről megtudhatjuk azt is, hogy egyik oldalról azt hiszem a városépítők között is kivételes szerepet játszott Székesfehérvár történetében, másrészt pedig azt hiszem, hogy ez is egy példaértékű kiadvány. Nem különben ez a másik, hiszen az 5 éves jubileumra készült, de azt hiszem, hogy jó most is belenézni.
És hát most pedig hívjuk fel egy figyelmet a hétvégi történésre, hiszen egy nagyszerű borverseny lesz. Ugye az első repedi borversenyt szervezi meg a Borlovagrendünk, a mai naptól kezdődően reggel 8 órától az Öreghegyi Közösségi Házba le lehet adni a mintákat, szabvány 0,75-ös palaszba, szokás szerint ugye fehér és roziborok átlátszó üvegben, vörösborok zöld üvegben, 0,75-ös szabványról van szó, és a mintákat a holnapi nap, illetve szerdán délig lehet leadni, csütörtökön lesz a borminták besorolása, pénteken maga a borverseny, ahol a zsűri fogja minősíteni, csütörtökön a borverseny, pénteken pedig a díjátadó lesz 5 órakor, ahol várjuk a mintával benevezett gazdákat. Lesz egy szakmai előadás is Vincz kancellár úr által, és hát kiosztásra kerülnek a díjak, érmek. Igen, mi természetesen erről beszámolunk. Hogyan tovább? Hiszen eddig az életének az egyik felét a Borlovagrend nagymester feladatok ellátása jelentette. Biztos, hogy ebben próbáló feladat és erőteljes időigényt követelt. Hát ez kicsit talán most több idő jut valamelyes saját magamra. Van még itt a szőlészkedés, borászkodás mellett egy másik hobbim, nagyon szeretek vitorlázni, ez azért háttérbe szorult, és már a csónakot a Balatonon a vízre raktuk, úgyhogy ringatózik, azt hiszem, hogy várhatom a szeleket. Jó, a nagymesternek gyönyörűséges időt, ami a szőlőt érleli kívánok, önnek külön jó szelet, hiszen ez is nagyon fontos, és jó egészséget mindenhez. És hát természetesen ígérem, hogy továbbra is fogunk találkozni, hiszen akár már most a pénteki borversenyen is ott leszünk, és majd beszámolunk az eredményekről. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt, és köszönöm azt a 14 esztendőt, amit ránk szánt, hiszen gyakorti találkozásunk kellett ahhoz, hogy a székesfehérváriak is megismerjék a Nógrádi Szent István Borlovagrend történetét, mindennapjait. Hát én köszönöm a Borrend nevében a tudósításokat, hogy eljutott az információk a közönséghez. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, vendégem a Nóhegyi Szent István Borlovagrend örökös nagymestere Bognár Zoltán volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok, viszontlátásra!